Kedves testvéreim, lehet, hogy a jelenlévők kevésbé mozgatják a fantáziájukat ezen, de elképzelhető, hogy van, akik itt ülnek azok között olyan, akik azért időről időre elgondolkodnak, hogy vajon hogyan készül el egy prédikáció. Hát az első, ez egy műhely titok, hogy kell egy íge. 1200 oldal. Most ebből, ha én azt mondanám, ez lenne a házi feladat, hogy kedves testvérek, most mindenki hazamegy, és otthon gondolkodik rajta, hogy a következő héten tartania kellene egy istentiszteletet, kellene egy prédikációt elmondani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ami első indulatból olyan könnyűnek tűnik, amikor odahaza az ember elkezdi ezt a több millió szót olvasni, akkor bizony az agyában elkezd forogni az a sokféle fogaskerék, hogy na jó, de miről prédikáljuk? Arról, ami nekem kedves? Hát az nem biztos, hogy a többieket érdekli. Hát akkor azoknak kellene valahogy kitalálnom, akik jönnek, a gondolatait, élethelyzetét, na de hát honnan tudom, hogy kik jönnek vasárnap? Vagy pedig akkor a napi ígét kellene. Ugye van egy ilyen, hogy bibliaolvasó vezérfonál, ott van az Új Szövetség, az Ószövetség, elővesszük, kinyitjuk, és jaj, hát erről meg én nem tudok prédikálni. Hát most elárulom, hogy kerül ide egyébként Illés próféta. Úgyhogy a napi igék során van, az új szövetségi, az a nagy csütörtöki történet, arról pedig nem régen prédikáltunk. Az ószövetségiben pedig képzeljék el, lehet, hogy elhiszik nekem a testvérek, lehet, hogy nem, de én már egy párszor olvastam a Bibliát. És a mai napi igében, az ószövetségiben, ez a kettő krónikából való, ahogy kinyitottam, az első mondat így kezdődött, lehet ellenőrizni. Eljutott egy királyhoz Illés próféta levele. Milyen érdekes, 2800 év távlatából erről hallunk, hogy van valaki, aki levelezget a királyokkal. Aztán, amit elolvasunk, hogy mit írt annak a királynak, hát azt nem teszi be a vitrínbe. Ki ez az Illés? Úgyhogy fogtam magamat, és újra elővettem az Illés történetet, mert annyira izgalmas az, hogy valaki fogja magát, és ír egy levelet, egy dörgedelmes, kemény levelet egy királynak, márpedig abban az időben is a királyoknál volt minden fegyver. El lehet képzelni, hogy milyen bátorság, milyen lelki állapot kellett, milyen belső meggyőződés, hogy azt mondja, én ennek a királynak megírok egy olyan dolgot, egy olyan kemény üzenetet, amit nem fog nagyon szívére venni.